Einár Krisztián, az intézmény vezetője elmondta, a Tamási Tankerületi Központ és az iskola dolgozóival együttműködve nyújtották be a pályázatot. Ennek eredményeképp 180 millió forint támogatást kaptak. Megújul az egész iskolaudvar, sportudvar, ami annál is inkább jó, mert intézményünkben hagyományosan emelszintű testnevelés folyik, így még jobbak lesznek a feltételek. Ez gyakorlatilag rekordtán futópályát eredményez, megújult teljes egészében a kosárlabdapálya, egy új röplabdapálya kerül kialakításra, a távolugró gödör sokkal modernebbé és újjá válik. Ezen kívül a játszótéri elemek is bővülnek, gyarapodnak. Olyan interaktív játszótéri elemek kerülnek ide elhelyezésre, ami azt gondolom, hogy a 21. századot idézi. Nagyon fontosnak tartjuk még, hogy ilyen világítás, térvilágítás is korszerűsítésre kerül, valamint térfigyelő kamerák figyelnek majd arra, hogy minél hosszabb ideig használhassák a gyerekek, illetve az érdeklődők az udvart. Hát természetesen az ilyenkor szokásos közbeszerzési eljárásokat le kell folytatni, egészen pontos dátumot nem lehet mondani. Nagy valószínűséggel augusztus végén, szeptember hónapban kezdődnek el a munkálatok, és úgy gondolom, hogy néhány hónap elteltével a tanév második felére már biztos, hogy mindenki számára használható lesz, és az egy óriási előrelépés lesz mindenkinek. Nagyon fontos, hogy végig úgy gondolkodott a város, illetve a tankerület, hogy az iskolát használók véleményét folyamatosan kikérte. A pedagógusok javaslatokat tettek, hogy mit szeretnének, milyen elemekkel bővüljenek a sportudvarnak az elemei, és én azt gondolom, hogy maximálisan beépítésre kerültek ezek a javaslatok. Rekordtán burkolattal építik ki a futópályát, illetve a távolugráshoz szükséges területet. Az iskola két sportpályával rendelkezik, amelyek a strapabíró, vízelvezető, rugalmas és esztétikus öntött gumiburkolatot fogják megkapni. Egy-két ilyen pihenő elem kerül majd még elhelyezésre. Látványterveket láttuk már ezzel kapcsolatban, ami természetesen még formálódhat minimálisan, de én azt gondolom, hogy hatalmas nagy fejlesztésnek örülhet majd mindenki. Természetesen az is egy szempont, hogy az zöldterületből azért lehetőség szerint minél kevesebbet vegyünk el, és a zöldterületnek a megújítására is sor fog kerülni.